az EOA3400AAX típus jelzésű elektromos elektródus sütő, egy önállóan beépíthető modell. Belső űrtartalma megnövelték, 74 literes lett, a korábbi szériában ez a belső tér csak 50 literes volt. Egy korábbi tepsit, ha belehelyezünk, látjuk a méretbeli különbséget, mind széltében, mind mélységében tudtak rajta növelni. Nagyobb mennyiségű ételt tudunk benne egyszerre készíteni. Készülék A-20%-os energiaosztályba sorolás kapott, köszönhetően az új típusú ventilátornak, ugye a hátfalba egyenletesebben el tudja oszlatni a belső hőmérsékletet, ezáltal takarékosabban tud a készülék üzemelni. Belső terét, ha nézzük, dupla üvegezésű sütőajtóval van ellátva, viszont a belső üvegréteget egy nagyon könnyű, határozott mozdulattal ki tudjuk billenteni, ki tudjuk venni, ezáltal mind a két üvegnek külső-belső felületét egyszerűen tudjuk takarítani. Készülék felszereltsége, ugye, ahogy látjuk, két tepsi, illetve egy sütőrács, mely egy oldalvezető sin páron tud becsúszni, nagyon könnyű a kezelhetősége. Takarításnál ezt az oldalvezető sint le tudjuk venni adott esetben, viszont a készülék kapott egy úgynevezett katalitikus oldalfalat, tehát ez két oldal található, illetve a hátfalon. Ez elnyeli a zsírgőzt, illetve a zsírpárát sütés közben, semlegesíti azt, ez a takaríthatóságát könnyíti meg a készüléknek. Kezelőfelületét, ha megnézzük, bal oldalon tudjuk kiválasztani a sütőfunkciókat. Van benne egy külön kapcsolható sütőtérvilágítás, mondjuk a sütőtér takarításánál tud ez hasznos lenni. Azon kívül sütőfunkcióit, ha nézzük, megvan benne az alsó-felső sütés együtt, külön kapcsolható felső sütés, külön kapcsolható alsó sütés, van benne egy felületpirításra alkalmas grill funkció, egy nagy teljesítményű átsütésre szolgáló grill funkció, azon kívül egy infragrill, amivel mondjuk egy grillcsirkét is el tudunk készíteni, hőlégbefúvási funkció, illetve egy úgynevezett pizzasütés, amikor az alsó fűtőbetét a ventilátorral, illetve a felületpirító grill funkcióval egyszerre működik. A jobb oldalsó kapcsolóval tudjuk a sütőfunkcióhoz kiválasztani az általunk használni kívánt hőmérsékleti értéket. Kijelzőn pedig egyrészt ugye a pontos időt mutatja, de programozni tudjuk úgy a sütőt, hogy ennyi ideig működjön a sütőnk, majd kapcsoljon le, illetve előre programozásra is van lehetőség, mikor kapcsoljon be, illetve mikor kapcsoljon ki a készülék, vagy adott esetben ne kapcsoljon ki, mondjuk csak egy figyelmeztető hangjelzést adjon. Készülék rozsdamentes felülete egy úgynevezett új lenyomatmentes bevonattal van már ellátva, nem látszik meg rajta sem az új lenyomat, sem az egyéb kisebb szennyeződés. Ez a takaríthatóságát könnyíti megint csak meg nekünk.